ki! Nyissák ki! Jó estét, Feri. Ágneshez jöttem. Tud valamit róla? Nincs itt. Tud valamit? Tegnap este nálunk volt. A gyárban följelentették, azért nem mert hazajönni. De 9 óra körül elszaladt fontos levelekért. Azt mondta, siet vissza hozzánk. Azt hittem, útközben meggondolta magát, és hazajött. Csak azt akartam tudni, hogy... Biztosan elfogták. Kitartás, ilyen szálas. Tessék! Ó, jöjjön! Jöjjön csak, főmérnök úr! Segítsen bejelölni a hadi jelentések alapján a front helyzetet. Hát, csapataink új állásokat foglaltak el Csongrád térségében. Nem gyűjtött be valami friss jó viccet? De igen, méltóságos uram. Hitler szűkebb baráti körben arról beszélget, hogy ki mit csinál majd a háború után. A Führer azt mondja... Én veszek egy biciklit, túrára indulok, és körbejárom a birodalmat. Amire valaki megjegyzi. Jó, jó, de mit csinál délután? Nagyon jó, ezt bejegyzem a gyűjteményembe. Parancsoljon. Most mi lesz? Nem tudom, méltóságos uram, de hogy jó, nem az biztos. Foglaljon helyet. És a kormányzó úr, egyszerűen nem értem, átengedte a hatalmat a nyilasoknak. Nem önszántából tette, hiszen megpróbált kiugrani a háborúból. Igen, a román király, az nagyon ügyesen csinálta, akkor kellett volna nekünk is kiugrani, mielőtt ezek magukhoz térnek. Nem. Én így nem tudok a helyemen maradni. Muszáj, méltóságos uram. Amíg csak bírjuk, maradnunk kell. Higgyen nekem, méltóságos uram, ez mindannyiunk érdeke. Sőt, nem túlzás, ha azt mondom, az országé is. Nem tudom. Beszélnem kell a vőmmel. A HM-ben biztosan többet tudnak. Nos... Cégvezető úr, meg van elégedve a cég jelenlegi vezetésével? Egyáltalán nem. Az egész vezetőséget meneszteni kell. Mit gondol, cégvezető úr, Karsdorf méltóságos úr lemondana? Miért mondana le? Hát, ha tudja, hogy ezáltal börtöntől szabadul meg. Aztán? Megfelelő vezérigazgatót kell keresni. Semmiképp se legyen külső ember. Helyes. Legyenek összeköttetései. Úgy van. Tartsa szem előtt a többi igazgatósági tag érdekeit is. Ez természetes. Kedvesem, mi ne játszunk zsákba macskát. Helyeslem a terveit, és... És köszönöm a bizalmát. Számítottam magára, Gyuri bátyám. Magam, mint az igazgatóság egyik tagja... Pardon, mi leszek én? Úgy gondolom, hogy igazgató. Na ne vicceljen, és ki lesz a vezér?
Egy kis élénkítő. Csokolom a kezét. Remélem, ízleni fog cégvezető úr. Igazgató, igazgató. Gratulálok. Drágám, légy olyan édes. Apropó, hogy ki lesz a vezérigazgató? Ifjabb Palánkai Emil. Ügyvezető igazgató. Tatár György. Egy készfogás, úri becsület szó. Ügyvezető igazgató. Jaj, ne méltatlankodjon folyton, öreg úr. Eddig élete minden napján igazgatói székekkel kínálták? Na, lássuk csak. Igazgatósági tagok, mondjuk bevesszük az apámat. Mondjuk bevesszük a barátomat, Zsille Ödönt, az ő apja, a Nemzeti Bank főügyésze. Ő majd elintézi a vagyonkezelés átruházását. Azt is bevesszük a megállapodásba, hogy amennyiben külföldre kerülnénk, az értékek fele-fele arányban oszlanak meg. Fele az enyém. A másik fele egyenlő arányban elosztva az igazgatósági tagok közt. Egy harmad az enyém, különben nem tárgyalok. És az öcsémet is bevesszük az igazgatóságba. Egy negyed, és jöhet az öccse. Rendben. A rádió most mondta be, hogy az oroszok elfoglalták Teglédet. Azonnal megkezdjük a vagyon felszámolását. A bérházakat is eladjuk. Az eladásokat mi ketten közösen intézzük. De a vállalati autó az enyém. Rendben. Na, én akkor megyek és megfogalmazom az új határozattervezetet. Helyes. Ön pedig vezérigazgató úr, minél előbb mondassa le Karsdorfert, és intézze el a Römerféle vagyon vagyonkezelési megbizatásának átruházását. Így lesz. Már is megy? Igen. Csókolom a kezét. Jól hallottam? Vezérigazgató úr, gratulálok. És én mit kapok a vezérigazgató úrtól a nagy esemény örömére? Magát, a vezérigazgató. Felelősséget semmiért. Erre tessék! Gyorsabban! A mosdó ott van. De halkan tessék használni. Semmi zajt ne csináljanak. Semmi baj nem lesz, drága Marjai úr. Legyen egészen nyugodt. Én egyáltalán nem vagyok nyugodt, Spitz úr. Remélem, rövid ideig leszünk a vendégei. Isten kezében majd jövök, vagy. És hozok valami élelmet.
Hová vezényelték a századot? Repülőtér karbantartásra. Ez melyik alakulat pecsétje? Német második műszaki század, Kartheim százados. Ők már Ferihegyen vannak. Tófalvi őrnagy úr már előre ment. Kérem, ha találkozik vele, főhadnagy úr, üdvözölje nevemben is az őrnagy urat. Jó barátok vagyunk családilag. Borkás Tivadar hadnagy. Kemenes Tibor. Szervusz, kérlek. Szervusz. Örömmel adom át az üdvözletet. Jó utat. Hát ezt megúsztuk, öregem. Csavarni lehetne az ingem. Remekül csináltad, Tibor. Pest határában elengedjük őket. Miért? Hogy összeszedjék őket a nyilasok? Ez lelkesíti csatára a magyar, a magyar. Minek jöttem ebbe a kedrecbe? Legalább egy cigarettám volna. Meg fogok tébolyodni, ilyen fogunk halni. Védettséget kellett volna szerezni. Pápai mellevelet is kaphattam volna ennyi pénzért. 20 000 pengő. Hát te mondtad, hogy ide jöjjön. Azért, mert rábeszéltél. Én? Azt mondtad, hogy a mennlevél nem ér semmit. Ha nem vacakoltál volna azzal a setlen szöveteddel, és elhagyod egy tételben. Hallgassatok. Mi az? Itt valaki járkál. Hát nem hallok semmit. Dehogy nem. Az ajtó felől. Pedig itt van valaki. Nézzétek! Vizes a kagyló. Egészen biztos, hogy itt bujkál még valaki. Persze, és a plafonon keresztül élelmezik. Ha megjön Marja, elmegyek innen, és szerzek egy mennlevelet. Kinyitom az ajtót, és megnézem. Remélem, jókor jöttem. Éppen ide volt már. Itt van. Tessék, itt van. Mindenki az ajtóhoz! Nem hallotta! Az ajtóhoz! Gyerünk maga is! De kérem én! Ő jött be először! Ő bújtatja ezeket! Ez nem hallotta! Gyerünk! Indulás! És aki szökni próbál! Mozgás! Gyerünk. Mozgás! Menj innen! Azt mondtam, eredj! Tessék elinni, ez félreértés. Gyerünk már! Félreértés. Gyerünk, mozgás! Hé, gyere csak! Na gyere, siessünk! Én kijöntöm a bőrömből. Azt vedd!
Szias, na, gyere, gyere már! Sebesült? Nem, rosszul vagyok. Fel tud állni? Megpróbálom. A gettóból szökött meg? Nem. Nem kell félnie. Őszi Bálint újságíró vagyok. Van hová mennie? Van. Szentséges úristen, Ágnes! Na gyere, gyere kisfiam! Ágnes! Főmérnök. Igen, van. Túl sok a selej. És az őrnagy úr megfenyegetett, hogy mindannyiunkat börtönbe csukott. Főmérnök úr. Hallott már a legújabb rendeletről? Melyikről? Köszönöm. A szomszédos konzervgyár megkapta a kitelepítési parancsot. Az öntöldét bajos lesz teherautókra rakni. Hát az bajos. De a gépeket le lehet szerelni. Arra gondoltunk, hogy... Mire? És ki az a gondoltunk? Hát mi? Hogy az értékesebb alkatrészeket el lehetne ásni. Tied a gyár? Nem. Akkor mit törődsz vele, hogy ki mit hova visz? Ha nincs gyár, akkor nincs munka, és nincs megélhetés sem. Nem félsz, hogy jelentem Szűcsörnek testvérnek? Nem olyan ember a főmérnök úr. Mi a fenének szóltál nekem erről az egész elásásról? Hogy tessék aláírni a raktári kiutalást. A műhelyvezető hozza föl, majd aláírom. Köszönöm, Máriás kisasszony. Kérem, gépelj el a jegyzőkönyvet. Igenis, kérem. Uraim,
Örömmel látom, hogy valamennyien egyetértenek azzal, hogy a nemzetvezető testvér engem bízott meg az általános mezőgazdasági gépgyár vezetésével. Köszönöm a bizalmat, és ezennel bejelentem, hogy megalakult az új igazgatóság. Kedves igazgatóság, testvérek, hungaristák! Igyunk az igazgatóság egészségére, a végső győzelemre. Kitartás, éljen Szálasi, a végső győzelemre! Éljen! Amely már nincs messze, de addig is, amíg a pillanatnyi nehézségeken túljutunk, javaslom, utaljunk ki az igazgatóság tagjai részére 10 000 pengő jutalmat. Amelyet folyósítunk abban a pillanatban, hogy a bankból kapunk pénzt, mert a házi pénztárunkban egy fillér sincs. A francba! Mi ez, tatár úr? Miféle igazgatóság és miféle jegyzőkönyv ez? De kérem, méltóságos uram, ne izgassa fel magát. Hát ilyen időket élünk, és ilyenek ezek a nyilasok. Én megpróbáltam megakadályozni, de hát az életemet mégsem kockáztathattam. És ez a palánka. Én azt tartanám a legcélszerűbbnek, ha a méltóságos uramék elutaznának. Mondjuk Kőszegre. Gondolja, hogy Jurisics megint segítene? Ezt az egész agyva jegyzőkönyvet nem ismerem el! Ilyen igazgatóság nincs! Az üzem kitelepítéséről pedig szó sem lehet. A kulcsokat nem adom át. Ragaszkodom a jogaimhoz, amelyek a kinevezésemmel rám hárultak. Szíveskedjék a háború végéig mindenkit szabadságolni. Végeztem! Jesszusom, Karlsdorfer méltóságos úrék. Már tegnap reggel elutaztak a vegyék. A minisztériumból jött értük egy teherautó. Az nem lehet. De igen. El se búcsúzott. Itt hagyott az egyetlen lányom. Biztosan Gyuri, ő akart minden áron. És a lányom állap. Micsoda gyalázat! Hányszor szavalt a tisztelt főmuram, itt élned, halnod kell! És micsoda tempó, meghívják az ember születésnapi vacsorára, le sem mondják, és egyszerűen elutaznak a birodalomba! Gazemberek vagyunk, gazemberek. Odaadtam a lányom egy fasiszta csirkefogónak. Ne sírjon, kérem! Miért sír? Mire várunk mi még? Megöregedtem, 68 éves vagyok. Szeretnék a kandalló előtt ülni és olvasni a Zürcher Zeitungot. Már szóltam a házmesternek, mindjárt följön. Leviszi a bőröndöket, leköltözünk mi is a pincébe. Gondolja, hogy egy-két födémmel lejjebb biztonságosabb. Na is, ha tűzült ki, vagy ránk omlik a ház. Inkább a saját lakásomban, mint a pincében. Ezeket legyen. Jó estét, Molnár. Igenis. Jöjjön le a pincébe, szíve. Majd később. Menjünk csak nyugodtan, majd később utána megyek. Jó. Félek, hogy bombázni fognak. Ne féljen. Menjünk csak nyugodtan. Thank you.
Karsdorfer. Hogy mer betörni a lakásomba? A kulcsokért jöttem. Milyen kulcsokért? A páncélszekrény kulcsa meg, a bankszéf kulcsa. Micsoda? Milyen jogon? Én vagyok az újonnan kinevezett vezérigazgató. Takarodj innen, te nyilas disznó! Adja a kulcsokat! Két rugás belé, te nyilas brigád! Mozgás! Húzni kellene az időt, főmérnök. Mennyit? Legalább egy napot. Micsoda trehány munka ez, emberek! Tessék az egész jobboldali részt kirakni! Minden egyes darabot külön-külön kell... Maga megőrült! Kirakatja a vagonokat! Maga szabotőr! Főbe lövetem! Legyen szíves, őrnagy úr! Engedje el a kabátomat. Itt én vagyok a felelős mindenért, megértette? Nem látja, hogy óránként sürgetnek? Amit itt beraknak, őrnagy úr, az nem folyamikavics. Én nem vagyok hajlandó agyonlövetni magam azért, amiért a célállomáson lapáttal rakják ki a gépeket a vagonokból. Tessék, vegye át ön a berakodás irányítását. De akkor ön felel azért is, hogy a gyár gépparkja milyen állapotban érkezik meg Németországba. A házmester nétek jött ki. Azt mondtam, hogy ruhát vartam neked, azért tartozol 100 pengővel. Annak a pénznek már lőttek, mondta, mert Csaplák kisasszonyt letartóztatták. Elmondta, hogy apádat is Karcsit behívták katonának. Apát is? Uh-huh. Karcsit már a nyár elején. És anya? Vidékre ment valahova. Fülöpszárás. Igen, az édesanyja nagyon beteg. És Feri? Ferit is bevonultatták a Leventékhez. Ja... Majd elfelejtettem. A házmesterné szerinte folyton flancoltál, és fiúkkal kísértetted haza magadat. És a végén mégis becsukta, kaptál 10 évet. Tudulatok, lányok, viháncolunk? Kezüket csókolom. Minden rendben, Ágnes? Igen, azt hiszem. Nem akar bejönni még egyszer a kórházba, Battanya doktor úrhoz egy kontrollra? Nem. Biztos? Biztos. Ügyeletes vagyok. Ma ilyen nem jövök haza. Remélem, még látjuk egymást. Manapság sosem lehet tudni. Ki az már neki? Orlai Mária, belosztály ügyeletes orvosa. Mit akar? Illeusz műtétet kell csinálni. De jóságos ég. Maga se szeretné, ha ilyen helyzetben zavarnák. Adjon a betegnek valami csillapítót. Biztosan kibírja reggelig. Kérem, alorvos úr, legalább nézze meg. Olyan szép. Nem én vagyok az ügyeletes sebész. 50 éves munkásasszony, 4 gyereke van. Ne tréfáljon, kérem. Beáta nővér, kérem, azonnal készítsék elő a vért és a kettes műtőt. Kérem, doktor úr. Már megint részeg. Azt hiszem. Kedves kollégina, akkor magának is be kell mosakodnia. Sajnos csak egy műtőslegényem van. Szóval maga nem zsidó. Jaj, dehogy is méltóságos asszony. Mióta Erdélyt elfoglalták az oroszok, mindenki, akár zsidó, akár nem, erdélyi menekültnek adja ki magát. Különben mit bánom én? Felőlem lehet Mohamedán is. Csaplár? Csaplár Ágnes. A maga elődjét a múlt héten tépte szét egy akna. Én nem félek sem aknától, sem mástól, méltóságos. Helyes. Készítse ki neki a komplét a szürke kucsmával. Le kell szállítani Nemesföldinének. Holnap indulnak Bécsbe. Maga fiam, jöjjön föl az irodába, kap egy munkadói igazolványt. Azzal megkapja az élelmiszerjegyét. És itt maradhat... A légi veszély miatt nem tud hazamenni. Na, jöjjön!
az általános mezőgazdasági megbízásából a Römerletét. A kulcsot. Kérem, a kormány rendeletére már a múlt héten valamennyi széfet kiürítették. Tartalmát elszállították a Német Birodalomba. Ezek akkor az emberek teljesen kiraboltak minket. Rögzíts jól meg! Nem van fixálva mindenki. Ez mehet. Mi készen vagyunk. Ha ti is készen vagytok, jó hosszan sipoljatok! Csak Újpestig mennek. Onnan másik szerelvényre csatolják. Mehetünk? Mehetnek. Ismerik neki! Véged! Thank you.
Zsilla doktor nyílt parancsot hozott a nyilasoktól. A rádiumot akarja lefoglalni. Az egész kórházat megszárták a testvérek. És a Diri? Utasított, hogy azonnal vigyem oda a rádiumos kazettát. Mondtam, hogy várjanak még 10 percet, mert éppen kezelünk valakit. A kazetta itt van a táskámban. Battonya. Ás doktor? Egy perce. Valószínűleg átment önökhöz. Szíveskedjenek türelemmel lenni. Zsille. Türelmetlen. Hogyan jutok ki a kórházból? Tessék! Főorvos úr, kérem, tessék jönni, a betegeket kirángatják az ágyból. Pénzt és ékszert keresnek. Beáta nővér, szóljon Orlai doktornőnek, hogy azonnal jöjjön ide. Maga legyen szíves ide tolni egy betegszállító kocsit, a doktornő hozzon egy ampulla apomorfin fecskendőben, és vénatűket a vérvételhez. Igen. Hol a kazetta? Ebben nem viheted? Hát, ha adsz egy guliga leokoprosztot, akkor a testemhez erősítjük, jó? Remek. Sajnos még innod kell a véremből. Aló, labor? Ács még nem érkezett meg? Aló, központ? Az anyátok, meddig várjak még? Sanyikám, hányan álltok az ajtó előtt? Vegyél magadhoz még 2 embert, és kutassátok át az egész kórházat. Ács István, hozzátok ide, és ne engedjetek ki senkit a kórházból. Siessünk, nővér! Hé, hová mennek? Mi ez? Nem látják, sürgős eset. Menjen az útból, induljon, nővér! Ács doktor! Tőlem már rég elment. Hová? Gyerünk. Igazoltattál? Nem, Wertheim. Wertheim? Az öreg apád, te marha! Merre vitték? Arra. Gyerünk, légy maga. Köszönöm szépen. Kérem. Köszönöm. Siessünk. Igen. Siessünk. Biztosan arra mentek. Dehogy arra. Itt vannak a vérnyomok. Kinyitni! Kinyitni! Betörjük az ajtót. Gyerünk már, mire? Beállt a növét. Nyissa ki. Ők vitték. Hol az a férfi, akit az előbb erre hoztak? Miféle férfi? Ne tőlem kérdezz. Itt én maga kérdezek. Maga kérdezzen engem, jó?
Emil, megvan a rádió? Megvan. Remek. Fél óra múlva ott vagyok. És tatár? Eddig még nem jött. Nem tudok tovább várni rá. Hát akkor mozgás, öregem. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok. Kati, hogy betegesülnek engem? Krista. Jó estét, hölgyeim! Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! Kellemes karácsonyt! Nem. Köszönöm. Kezit csókolom, méltóságos asszony. Ó! András Kati. Épp idejében érkezett. A Jézuska mindenkinek hoz ajándékot. Emilio, megjött Peti. Elmentem vele nyugatra. Ne haragudj, mégis ő az igazi, Joli. Mit izgulsz? Mit izgulok? Bicskénben vannak az oroszok. Átjutunk? Jó, itt. Mert itt maradunk 4 millió pengővel, meg ezzel a 10 dekar rádiummal. Mit hülyéskedsz? 10 dekar rádium az egész világon. Jó, hát akkor 10 gram, mit tudom én. Mennyit ér? 100 milliót? Most sérsünk. A fejünk többet ér. Forduljanak vissza! Palánkai Emil vagyok, az általános mezőgazdasági gépgyár vezérigazgatója. Dr. Zsille Ödön, igazgatósági tag. Üzemünk már áttelepült a birodalomba, és a kapott parancs értelmében megyünk utánuk. Elkéstek, uraim! Budapest körül van véve az orosz hadseregtől. És a gyűrűből sehol nem lehet kimenni. Leventék! Német szövetségeseink még a mai éjszakán bevetik a csodafegyvert. Itt van a felmentő hadsereg. Az oroszok hanyathomlok menekülnek. Nekünk jutott a megtisztelő feladat, hogy a bolsikat kiűzzük Budapestről. 5 percet adok a felkészülésre, aztán rohamra. Oszolj! Nos!
szórakozó! Nem hallottátok? Szórakozó! De gozos! Még azt hiszik, hogy éheznek! De hisz még puskán sincs, őrmester úr. A micskátok és magyarok vagytok! Indulás kifelé! Azt mondtam, kifelé! Mi van itt? Mit akarnak? Tisztuljanak innen! Mi történik itt, őrmester? Hozzám! Megtagadják a parancsot. Nem akarnak kimenni a rohamra. Hogy ők ebédelni akarnak. Maga már ebédelt? Még nem. Na látja. Őrmester! Hogy merészel maga tettleg bántalmazni honvédségi állományú Leventéket? Holnap jelentkezik a századparancsnokánál. Végeztem! Az ebédkiosztást meg lehet kezdeni. Főorvos úr, alázatosan jelentem, beléptem a körletbe. Tovább? Hol járt el? Szíves engedelmeddel, főorvos úr, otthon. Ne tréfálj. Nem olyan időket élünk. Gondolkodtál a dolgon? Igen. Maradok. Sejtettem. Főhadnagy úr, kérem, a három Levente itt van. Jöjjenek be. Igenis. A megváltozott hadihelyzetben az egység nem tartható kötelékben. Ezért az egység állománya kettes, hármas csoportokra oszlik, és a kerület házaiban kér elszállásolást. Ez az új parancs. Próbáljátok meg az időt kihúzni addig, amíg a felmentő csapatok meg nem érkeznek. Meg vagyok értve? Igenis, főhadnagy úr. Itt vannak a nyílt parancsok. Az üresen hagyott helyekre mindenki írja be a saját nevét. A barátok lehetőleg maradjanak együtt. Végeztem. Köszönjük szépen, főhadnagy úr. Isten veletek. Menjünk. Őrmester! Igenis! Ezt oszta szét. Köszönöm. Ezeket neked hoztam, öltözz át. Ha egyenruhában találnak, hadifogolynak tekintenek. És te? Én is átöltözöm majd, otthon. És elégetem. Alig, ha lesz szükség többé ebben a honban magyar királyi egyenruhára. Majd beállok péklegénynek. Őket nem hívják be, nem koncolják föl, kenyér mindig kell. Hát, nem tudom, találkozunk-e még valaha. Én biztos vagyok benne. És köszönöm a ruhát. Hát, minden jót. Főorvos úr, viszontlátásra. Szervusz, Tibor. Viszlát.